Hogy fog jönni a nagy ő, és aztán hogy fogja megkérni a kezünket, és aztán milyen lesz az életünk. És az nagyon sokszor nem pont olyan lesz. És hogyha ezt a képet egy kicsit elengedjük, mert ugye vannak nagyon erősen megkonstruált képek, és ez amennyire segít, ugye a belső kép az nagyon sokszor egy teremtés, mert csak azt lehet kívül megvalósítani, amit én már belül elképzeltem, de hogyha túl elképzeltem, akkor meg pont ez a belső kép lesz az akadálya. Például, hogyha úgy gondolom, hogy na hát a lánykerés az csak egy olyan momentum lehet, ez például az én képen volt nagyjából, hogy jön egy helikopter, elhúz egy csíkot, irányítja, szeretlek drágám, 50 szár rózsa leesik így egy ilyen kerek asztalra, itt van két pezsgős pohár, kocintunk, benne van a gyűrű, odakoccan a fogamhoz, ő letérdel, felhúzza gyűrűt, akkor naplemente minimum, mert ugye a háttér is szép kell legyen, szarvas iszik a patakból, és egy tango harmonikás kiugrik, és egy Astor Piazzolla számot le tango harmonikázik. Na hát, ugye az én székely férje mondta, hogy hát egyszer mondja, hogy szeret, és az addig érvényes, ameddig el nem mondja, nem szeret.